Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntelek benneteket. Szegő Tibor vagyok, az MTK Budapest munkatársa. Az apropó a harmadik atlétikai magyar szuperliga döntő, ennek a sajtótájékoztatóját tartjuk. Vendégeink Dajs Péter, az MTK Budapest ügyvezető elnöke, Gyulay Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke, illetve Spirjev Attila, a Magyar Atlétikai Szövetség sportigazgatója, és itt van velünk Krizsán Xenia is, az MTK Budapest sportolója, Európa bajnoki negyedik helyezett hétpróbázó, aki a Riói olimpián is ott volt. Először megkérem Dajs Pétert, az MTK Budapest ügyvezető elnökét, hogy köszöntse a megjelenteket, és mondja el az aktualitásokat a versennyel kapcsolatban. Eljött az a pillanat, amikor házigazdaként tudom köszönteni az ide érkező kedves vendégeinket. Ez azért is fontos számomra, mert sok mindenre gondoltam, amikor 2013-ban elfogadtam azt a felkérést, hogy az MTK Budapest ügyvezető elnöke legyek, lehessek. Az, hogy egyszer csak eljutunk odáig, hogy egy ilyen csodálatos környezetben a természetesen számomra az MTK ügyvezető elnökeként 30 szakosztály közül első vagy legelső nincsen, de valamiért az én szívemhez mindig az egy kicsit közelebb áll az atlétika, mint a egyéb 29 szakosztályunk, vagy talán akkor úgy fogalmaznék, hogy kivételezni semmiképpen nem szeretne az ember, de hát én azért most már idős, több mint 40 éve tartozom egy családhoz, ami az atlétika családja. Nagyon könnyű úgy sajtótájékoztatót tartani az ember a barátaival vagy a családja körébe kell, hogy különböző történeteket, anekdótákat mondjon el. Mindenkit meg fogok kímélni, hogy családi vagy atléta berkekben általam eddig elmondott történeteket megismételjek, de valóban nagy megtiszteltetés, hogy az Atlétikai Szövetség elnökével, illetve a Magyar Atlétikai Szövetség sportigazgatójával, akikkel összességben több mint 65-70 év köt össze, külön-külön talán 25-30 év, ami az ismerettségünk okán azt mondhatom, hogy mi egy családként állunk most itt a sajtótájékoztató keretein belül. Nagyon izgalmas év elé néztünk, amikor tudtuk, hogy 2016-ban az atlétika milyen versenyeken kell, hogy megmérettesse magát. Örömmel jelenthetem, hogy mind egyesületi, mind pedig a Magyar Atlétikai Szövetség nemzetközi versenyeken elért eredménye, a Magyar Atlétika kiemelkedőt teljesített. Kiemelkedőt teljesített, hiszen érmeket tudtunk szerezni az Amsterdami Atlétikai Európa-bajnokságon, aranyérmet szereztünk, utánpótlás világversenyen, érmeket hoztunk utánpótlás világversenyeken. Nagyon fontos, hogy ami a nagy közönség számára mindig egy mérce, érmet tudtunk elhozni. Negyedik, négy olyan sportág volt, aki érmet tudott szerezni a Rio olimpián, az atlétika ezen sporták közé tudott lépni Márton Anita egészen csodálatos teljesítményével. És azért is az atlétika kiemelkedő esemény sorozata volt Amsterdam és a Rio olimpia között, nem mellékesen volt egy Gyulay István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj, amely mostani tudásunk szerint ismét a világ legjobb 15 egynapos versenyek között tud maradni. Azt gondolom, ez önmagában is megsüvegelendő teljesítmény. Ennek a nyárnak, ennek a sorozatnak a végéhez érkezünk szép lassan. Két nagyon fontos esemény verseny van még előttünk, ahol a magyar atlétika kiemelkedő szereplője, a magyar atléták részt vesznek, részt vehetnek. Az egyik a hónap-hónap után itt a Lantos Mihály sporttelepen, az MTK Atlétikai Centrumában megrendezendő harmadik szuperliga döntő. Tényleg a legjobbak lesznek itt, erről majd nyilván néhány rövid mondatban, közöltek már néhányan ismerik sportigazgató úr rövid mondatait, tehát egy 25-30 perces expozéban sportigazgató úr elmondja majd, hogy kik azok, akik valóban részt vesznek a különböző versenyszámokban. Ez talán azt fogja sarkalni, hogy saját bevallása szerint is 35 percnél sokkal többet nem tud egy helyben állni a vacak dereka miatt. Az MTK ügyvezető elnökeként pedig nagyon büszke vagyok arra, hogy egy olyan létesítményfejlesztési program, amely a magyar atlétikában elkezdődött 2013-2014-ben, Budapesten közösen létre tudtunk hozni egy olyan gyöngyszemet, amely gyöngyszemben az utolsó égköveket reményeink szerint a következő egy-másfél évben tudjuk föltenni. Elkészültünk ezzel az atlétikai pályával, még nem beszélhetünk atlétikai, teljes egészében megvalósított atlétikai centrumról. Nagyon-nagyon szeretnénk, hogy a következő egy-másfél évben terveinknek megfelelően egy fedett pályás részt is hozzáépítessünk, hozzácsatolhassunk az atlétikai pályához.
nagyon fontosnak gondoljuk, hogy olyan atlétikai felületeket tudjunk létrehozni Budapesten, amivel teljesítetjük, hogy valóban egy négy évszakos sportágról van szó, valóban télen-nyáron ezeken a területeken, ezeken a felületeken lehessen atlétizálni. Büszkék vagyunk arra, mi az MTK-ban dolgozók, hogy talán újraélesztettük, talán lehetőséget biztosítottunk, talán örülünk, hogy eljutottunk odáig, hogy az MTK atlétikai szakosztályában most már közel 50 sportolónk van, ezek közül talán az eredménye okán természetesen kiemelkedik Széni, aki bizonyította, hogy nagyon komoly erőfeszítéseket tettünk az év elején azért annak érdekében, hogy csatlakozzon hozzánk. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy az MTK atlétikai szakosztályának versenyzője. Nagyon büszkék vagyunk a 2016-ban elért eredményére, és nagyon optimistán tekintünk az előttünk álló 4-6-8 évre. Ezt majd meglátjuk, ezt eldöntjük, hiszen úgy látjuk, hogy aki 23 éves korára utánpótlás Európa-bajnok, Európa-bajnoki negyedik helyezett, a saját versenyszámában a világ 16 legjobb atlétája közé tud kerülni, az igenis rászolgált arra a bizalomra. Még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy ezeket a sikereket az MTK színeiben érhette el. Házigazdaként nagyon köszönöm, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség lehetőséget biztosít arra, hogy itt rendezzük meg a harmadik Superliga döntőt. Én azt gondolom, hogy ha körbejárjuk akár majd közösen minden feltétel, bár most még talán nem mindenki számára tűnik ez biztosan, de minden feltétel adott lesz arra holnap kora délután, hogy a magyar atlétikai legjobbjai eldöntsék, hogy 2016 évben kik lesznek a legjobbak a versenyszámukban, kik lesznek a helyezettek. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Bajos Péter, az MTK Budapest ügyvezető elnöke. Most pedig felkérem Gyulai Miklóst, a Magyar Atlétikai Szövetség elnökét, hogy beszéljen a pénzdíjas versenyről. Igazgató úr, sportigazgató úr, sajtóképviselő, én is a Magyar Atlétikai Szövetség nevében mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök. Elnézést kérek a napszemüvegért, de ugye vezető igazgató úr mondta, hogy közeledik a szezon vége, viszont egy másik szezon az allergia az elkezdődött, legalábbis a számomra, úgyhogy sok konfitásom van, engem is eléggé kínoz, úgyhogy ezért ez a viselet. Szeretném megköszönni a Magyar Atlétikai Szövetség nevében az MTK Sport Egyesületnek azt, hogy lehetőséget és helyet és teret biztosít a harmadik Superliga döntő megrendezésére. Én azt gondolom, hogyha itt tényleg szétnézünk, még látjuk, hogy van mit tenni, van mit csiszolni a pályán, de ez ugye holnapra minden elkészül, és méltó körülmények között tudnak majd két napon át, remélhetőleg jó időben versenyezni az atléták. Nagyon-nagyon fontos a szövetség számára, hogy ilyen lehetőséget tud biztosítani a magyar versenyzőknek. 2012 London után nem sok idő, körülbelül 5-6 hónap állt a rendelkezésünkre, hogy köszönhetően egy nagyon komoly anyagi támogatásnak, amely ugye nem csak 1-2-3 esztendőre szól, hanem egy 8 éves, tehát egy hosszú ciklust ölel fel első körben, olyan lehetőségeket tudjon biztosítani a magyar atlétika számára, és elsősorban a versenyzők számára, amelyen megtalálják ők is itthon a számításaikat. Mire gondolok? Arra, hogy nagyon-nagyon sokáig egyszerűen nem volt Magyarországon olyan versenyrendszer, olyan versenyzési lehetőség, amely méltó körülményeket tudott adni a versenyzéshez, amely olyan lehetőségeket tudott biztosítani, amelyre elsősorban az anyagi számításaikat megtalálják a versenyzők. Nagyon komoly pénzdíjat osztunk szét a Superliga és majd egy hét múlva a csapatbajnokság döntőben, amely ilyen keresztül a műhelyek, tehát az egyesületek, és maga versenyzők is azt gondolom, hogy jól járnak. Nyilván ezért teljesíteni kell, nyilván ezért dolgozni és edzeni kell, de elértük azt, hogy egy aktuális világverseny, vagy éppen egy magyar bajnokság után nem ér véget a szezon a nyár közepén, hanem a versenyzők egy megfelelő motivációs szint megteremtésével tovább teszik a dolgukat, és megpróbálják kihozni a legjobbakat magukból. Én azt gondolom, hogy a mögöttünk hagyott szezon méltó zárása lehet ez a hétvége is, és majd a jövő hétvége is. Őszinte leszek, én most már egy picit hátradőlve szeretném élvezni majd a versenyeket, és nem izgulni, hogy ki milyen eredményt produkál, és lesz-e szint, vagy nem lesz szint. Hál' Istennek, ahogy ez elhangzott korábban a magyar atlétika, én azt gondolom, hogy ismét bizonyított, és
és nincs okunk a szégyenkezésre, és mindezek tükrében én bízom abban, hogy mindenki megtalálja majd a számítását itt a pályán, a versenyzők közül a hétvégén. Mind a hat versenyzőnk, akik az olimpián kiválóan teljesített, tehát aki ugye döntőbe jutott, illetve 1-16 hely között végzett, itt lesz, és a hazai közönségnek is, és a sajtóképviselőinek is meg tudja mutatni, hogy a londoni szereplés az nem volt véletlen, vagy a londoni szereplés az nem volt véletlen. Úgyhogy én azt szeretném, hogyha mindezek tükrében néznétek ti is, a sajtókollégák, vagy a sajtóképviselői ezeket a versenyeket, és tudósítanátok majd róla, és jutatnátok el az országvilágnak, hogy milyen kitűnő hétvége van a magyar atlétika mögött. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer a szövetség nevében, hogy itt lehetünk, és ez nem csak egy lehetőség, hanem bízom benne, hogy ez csak az első lehetőség, és a következő esztendőkben itt a Lantos Mihály sporttelepen kiváló atlétikai eseményeket és versenyeket tudunk rendezni. Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke. Most pedig felkérem Spirjev Attilát, a Magyar Atlétikai Szövetség sportigazgatóját, hogy most már részletekbe is avasson be bennünket. Isten őriz, nagy tisztelettel köszöntöm minden megjelent hölgyet és urat. A sajtótájékoztatóra szabott 35 percből 27-et az előttem szóló elnök urak már elbeszéltek, valamint mindent, amit megbeszéltünk, hogy majd én fogok elmondani, ezt ők elmondták. Tehát gyakorlatilag számomra annyi maradt, hogy mivel elnök úr, jelen esetben az MTK ügyvezető elnökére gondolok, elmondta, hogy ő személyes anekdotákkal nem fogja traktálni a tisztelt egybegyűjteket, úgyhogy ez a feladat, ez rám maradt. Én kisgyerekkoromat, hogy énekezem, a budapesti Honvéd színeiben töltöttem, és 18 éves koromban alakult úgy, hogy az MTK atlétája, büszke atlétája lehettem. Ezen a pályán, ahol édesanyám, aki egyben az edzőm volt, elég sokszor körbezavart, úgyhogy itt megtudtam, mit jelent az, hogy savasodás, megtudtam, mit jelent az, hogy fájdalom, és nagy örömmel tettem, legtöbb esetben, annak ellenére, hogy ez nem egy ilyen gyönyörű pályán történt, mint ami most áll a mai fiatalok rendelkezésére. Szakmai szemmel nézve az sem mindegy, hogy amellett, hogy egy Magyarországon eddig még nem látott pályaszint tudunk itt megszemlélni, nagyon szép ez a pálya, de ezen kívül kiváló minőségű is. Kifejezetten gyors pálya, atlétabarát pálya, ugyanakkor kellően rugalmas is. Én azt hiszem, ez nem mindegy, már csak azért sem mindegy, mert szándékaink szerint nem csak a mostani Szuperliga döntőt, hanem később további nagy versenyeket is szeretnénk rendezni. Ahogy az Gyulai elnök úr elmondta, a magyar atlétika nagyon komoly kihívás előtt állt 4 évvel ezelőtt, amikor azt szerettük volna, hogy meghosszabbítsuk a szezont, amikor azt szerettük volna, hogy olyan versenystruktúrát hozzunk létre, amiben a top-top atlétáinkon kívül az úgynevezett hátország is megtalálja a számítását, hiszen nagyon fontos az, hogy Pavarotti mellett mindig szükség van a zenekarra is, meg a kórusra is, mert különben nem tudjuk az ő csodálatos éneklését kellően értékelni. Na most ennek a kórusnak úgy gondolom két nagyon fontos lehetőséget biztosítottunk, azzal a Szuperliga sorozattal, amelyek a döntője szombat-vasárnap kerül itt megrendezésre, illetve azzal a csapatbajnoki döntővel, ami pedig egy hét múlva lesz Székesfehérváron. Nagyon fontos az, hogy a 4 évvel ezelőtti céljainkat, vállalásainkat úgy érzem, hogy összességében a riói napok során, illetve a további világversenyeként teljesítettük. 2012-ben Londonban mindannyian emlékszünk, hogy Pars Krisztián csodálatos aranyérme kellő ernyőt, fedelet biztosított az atlétika számára, hiszen ne felejtsük el, akkor rajta kívül nem került magyar atléta a legjobb 16 közé. Most büszkén mondhatjuk el, hogy nemhogy egynél több, hanem végül is 6 atlétánk volt legjobb 16-ba, és közülük pedig 4-en a legjobb 8 közé is bekerültek. Ez a minden idők legeredményesebb atlétikai versenyén. Itt egy olyan magas szintű atlétikai versenyt láthattunk, amihez
foghatót, és ezt pontszámok igazolják, megközelítően sem volt. Nem csak a világcsúcsokra gondolok, elképesztően magas színvonal volt, és ehhez képest a magyar atléták csodálatosan teljesítettek. Természetesen legalább ennyire fontos számunkra az, hogy az előtte való Európa-bajnokságon két ezüstérem mellett több döntős helyezésünk is volt, köztük a már említett Zsáng Xenia, aki amellett, hogy most már a felnőttek között is fantasztikusan teljesít, legnagyobb örömünkre tavaly U23-as Európa-bajnoki címet nyert a magyar atlétikának több mint egy évtized után. És ha már ilyen hosszú idő utáni megnyert címekről beszélünk, akkor nem szeretném szó nélkül hagyni azt, hogy Halász Bence révén 1998 után ismét van junior világbajnoka a sportágnak. Idén Bydgoszczban, kalapácsvetésben az ifjú szombathelyi lassan már klasszisnak nevezhető atléta az 1998-as Kővágó Zoltán által megnyert aranyérem után ő az első, akinek ez sikerült. Ez még Pars Krisztiánnak sem sikerült, sőt Halász Bence megdöntötte úgy a 6 kilós, mint a felnőtt szerrel Pars Krisztián junior országos csúcsát, és nagyon remélem azt, hogy ilyen nagy tehetségeink, mint Halász Bence, Krizsák Xenia, és még sorolhatnám, hál' Istennek, a következő olimpián, olimpiákon is megörvendeztetik a sportág szerelmeseit. Nagyon örülök annak is, hogy az első ízben megrendezett ifjúsági Európa-bajnokságon is sikerült érmeket, sőt, Európa-bajnoki címet szerezni a magyar atlétikának. Eszes Dániel 110 méter gátfutásban lett kontinens legjobb ifjúsági versenyzője. És borzasztó fontos az, hogy ezek az ifjú tehetségek a jövőben megfelelő bánásmódban, megfelelően kiemelt figyelemmel és lehetőségek biztosításával a felnőtt világversenyeken is jól teljesítsenek. Ennek az egésznek nagyon fontos, hogy meglegyen a kellő háttere, ennek a része a most megrendezendő Szuperliga döntő is, ami a magyar atlétikai versenyrendszer harmadik legfontosabb eseménye, hiszen a Gyula István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj és a magyar bajnokság után a Szuperliga döntő az, ahol minden versenyszámban a versenysorozat, az egész évben gyűjtötték az atléták a pontokat, és minden versenyszámban a 8 legjobb atléta indulhat. Míg a pályabeosztás is a megszerzett pontszámok alapján történik. Legnagyobb örömömre az olimpián, Európa-bajnokságon eredményesen szerepelt magyar atléták kivétel nélkül. Nem igaz, mert a maratonfutóink nem fognak indulni természetesen, de az összes többi top atléta részt vesz a hétvégi eseményen, úgyhogy azt gondolom, hogy akik szeretik Magyarországon az atlétikát, mindenképpen olyan mezőnyöket láthatnak a hétvégén, ami méltó lesz ennek a nagyszerű pályának az első rendezvényéhez, a pálya ilyen értelemben való avatójához, és nagyon remélem azt, hogy ezzel a következő éveket is sikerül még jobban megalapozni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem, hogy a számomra biztosított 35 percet nem teljes mértékben sikerült kimerítenem, és ezzel az önök türelmét sem vettem túlzottan igénybe. Még egyszer köszönöm a figyelmet és a megjelenést. Megkérem Krizsán Xeniát, ha már mindenki megemlítette őt, hogy néhány kérdésre válaszoljon. Gratulálunk az idei szereplésedhez, ugye a 2015-ös tallini 23-as Európa-bajnokságon harcoltad ki a riói kvótát. Ez jó, hogy az ember ennyivel az esemény előtt tudja már, hogy biztos, hogy utazik, vagy jobb, hogyha egy kicsit később jut hozzá? Hát nyilván jobb, hogyha már minél előbb megvan a kvóta, ugyanis sokkal nyugodtabban tud készülni az ember az olimpiára, úgyhogy én nagyon örültem neki, hogy ennyivel előtte sikerült ezt teljesítenem. Egy amsterdami Európa-bajnoki negyedik helyen melegítettél Rióra, akkor mi volt a célkitűzés, hogy indultál neki a nagy útnak, hogy mit lehet elérni, körülbelül hány pont, illetve melyik versenyszámban milyen idő, méter, centiméter? Mindenképpen egyéni csúcsot akartam, új egyéni csúcsot akartam felállítani, ami hát sajnos nem sikerült, de ugye a negyedik helyezettel azzal elégedett vagyok, tehát a helyezéssel azzal mindenképp elégedett vagyok, örülök neki. Igazából nagyon sok mindenbe szerettem volna javítani, elég motiváltnak is éreztem magam, ugye a gátfutás az igen jól sikerült, illetve a 800 méter, ami hatalmas új egyéni csúcs lett, viszont a többi számban folyamatosan hagytam el a pontokat, és hát ez az, amiért csalódott vagyok. Nagyon fiatal vagy még, úgyhogy sok sikert kívánunk a pályafutásodhoz. Te már kipróbáltad itt a dolgokat. Milyen például a futópálya?
Fú, nagyon jó. Tényleg Magyarországon még nincs ilyen pálya, most is ezen fogok majd edzeni. Nagyon várom a hétvégi versenyt is, hogy versenykörülmények között is ráállhassak. Úgyhogy igazából nagyon örülök, hogy itt fogok edzeni az elkövetkezendő sok-sok évben. Esélyesként indulsz, aggódsz, vagy biztos vagy magadban? Nem aggódok, természetesen próbálom kihozni magamból a maximumot, hát meglátjuk majd, mire lesz elegendő. Nagyon szépen köszönöm, sok sikert kívánunk. Kedves vendégeink, kellemes hétvégét, mindenkit szeretettel válunk. Holnap is és vasárnap is 14 óra 30 perckor kezdődik a Superliga döntő, itt a Lantos Mihály Sporttelepen, az Atlétikai Centrumban. Köszönöm.